Ez az épület, amit itt látunk, ez a leendő helyreállítás során egy közösségi tér lesz, amiben színpadtechnika kerül, és körülbelül a 80-100 fő befogadására alkalmas rendezvényeket lehet majd benne szervezni és lebonyolítani, de ott a hátsó rész, ami egy ilyen jelenleg egy ilyen hozzáépített toldaléképület, ez teljesen el fog tűnni, és ennek a helyén lesz az a kiállítás, aminek a címe Zsidóság és csúcstechnika Einsteintől napjainkig. Ez az elképzelések szerint egy háromszintes üveg, acél, vázas, nagyon modern épület lesz, amiben tényleg a 21. század technológiájával varázsolunk egy meggyőződésem szerint világviszonylatban is egyedülálló kiállítást, ami Balatonfüredet ráhelyezi a múzeológia korszerű térképére. Gyümölcsöt teremjen, és sok madárat jobb tésznek az ágyban. Hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött. Ez, mint látjátok, ez a mi szűkebb és tágabb baráti körünk. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket jelenlétével. Balatonfüred 1929-ben 1800 lelkes nagyközség volt, és ennek az 1800 főnek a zsidó hitközség 150 fős lélekszámot adott. Tehát közel 10%-a a zsidó hitközség tagjai volt terült ki a városnak. 15 ember jött vissza a 153 elhurcoltból. Én nem vagyok balatonfüredi, 2002 óta vagyok a város polgármestere, de amióta polgármester vagyok, azóta nem győzök a lelkiismeret furdalásomnak valamilyen módon eleget tenni, valamilyen módon jót cselekedni, valamilyen módon valamit helyre hozni, ami talán nem is én rontottam el, de a város vezetőjeként ezt nyilván minduntalanul meg kell tennem. Itt koncerteket szeretnénk, irodalmi esteket, megemlékezéseket, tehát a közösségházaként szeretnénk működtetni ezt az épület együttest. Egy órával ezelőttig azon próbálkoztam, hogy találjak ki egy jó okot arra, hogy nem magyarul beszéljek, ami nehezen megy nekem, és valamilyen tippre, valamilyen ötletre, hogy megkérjem, hogy biztos mindenki tud angolul, és miért nem beszéljek ma angolul. És mikor te elkezdtél beszélni, Feri, a zsinagógáról, ami már tegnap nagyon megható volt, mikor itt voltunk, mondtam, hogy ők tudtak héberül imádkozni, én elmondom magyarul. Nekem személyesen is sokat jelent
hogy ma itt lehetek, nagy megtiszteltetés és nagyszerű érzés, hogy édesapám, Körösi Ferenc, a kémia tudományok professzora is helyet kapott a tudósok között. Most még azt hadd kérjem, hogy a zsidó szervezetek jelenlévő képviselői álljanak már föl, ők is hadd kérjenek meg benneteket, hogy hadd többen is vagytok. Magyarország kormánya képviseletére pedig gratulálok ehhez a programhoz. Sometimes great surprises. This is an excellent surprise which fits the house of Jewish excellent. This exhibition brings so much information in such a friendly way. It's a friendly user. Jó napot kívánok, Korányi Gábor vagyok, és október 9-én 17 órakor egy előadást fogok tartani a Zsidó Kiválóságok házába. Előzetesen engedjenek meg nekem egy viccet 5 kiváló zsidóról. Az első közülük Mózes, aki azt mondta, hogy minden a törvény. A második közülük Jézus,
aki azt mondta, hogy minden a szeretet. A harmadik Marx, aki azt mondta, hogy minden a pénz. A negyedik Freud, aki azt mondta, hogy minden a szex. Az ötödik pedig Einstein, akiről mesélni fogok, aki azt mondta, hogy minden relatív. Különböző hatást gyakoroltak különböző marslakók. Legközelebb hozzám azok állnak, akikkel személyes ismeretségben voltam, Wigner Jenő és Teller Ede. Hogyha meg kéne nevezni azt, hogy kivel szeretnék most itt találkozni, ha lehetne, akkor a Szilárd Leo lenne, mert ő volt a emberileg a legizgalmasabb, talán valószínűleg a legnehezebben elviselhető is, de nagyon érdekes ember volt, de mind az öt nagyon, nagyon érdekes volt. Ha már nem tekinthetjük magunkat annyira a perifériának, a tudomány szempontjának, mint régen, de ez nem teljesen így van. Az internet sok mindent megtesz, de egy dolgot nem helyettesít, a személyes kontaktust. Egy kollégám elment Oxfordba professzornak, és megkérdeztem tőle, ez még évekkel ezelőtt volt, hogy mi az, ami a döntő szempontom, vagy fizetés, vagy jó körülmények? Nem. Az, hogy egy olyan légkörben lehet a tanszéken, ahol dolgozik, ahol a többieket is a tudományos előrehaladás érdekli. A itthoni kollégáink nagy része a megélhetéssel van elfoglalva, vagy egyéb dolgok foglalkoztatják, esetleg dühítik őket, tehát ez hiányzik, és ezt az internet nem tudja pótolni.
Köszöntőjében Olti Ferenc elmondta, hogy hagyományteremtő szándékkal indítják a sorozatot, ahol mindig olyan helyiek mutatkoznak be, akik valamiben kiemelkednek, valamilyen területen egyedit produkálnak. Az első meghívott Bergman Ernő, a Bergman cukrászdák vezetője volt, aki nem egyedül, hanem Lustig Mária világbajnok mestercukrásszal érkezett az előadásra. Kitaláltuk, hogy ha itt van egy olyan kiállítás, ami a tudományról szól, akkor szervezünk egy olyan könyvklubot, ahol a tudományról olvasgatunk érdeklődő, nem feltétlen szakemberek.